akkor végre az egyik szögletből össze tudott valamit hozni a Budapest Honvéd, és össze tud hozni egy gólt a következő szögletből. Vezet a hazai csapat, a gólszerző pedig Hollender Filip. Bemutatkozott a válogatottban Hollender, nyilván ez is azért nagy lökést adott neki, és most megszerzi az ötödik gólját a szezonban. Az egész meccsen nem volt annyi hazai helyzet, mint itt ebben a két percben. Hollender bevetődve fejel a hálóba, Szeles már nem tud odaérni. Öt gólos tehát ezzel Hollender a bajnokságban, és vezet a Budapest Honvéd.